Dunaui városban a legutóbbi bajnok ilyen nem állt messze a bravúrtól a Kisvárda női NB1-es kézilabda csapata. A fordulatos mérkőzésen az utolsó 6 percig náluk volt az előny, ám egy 5-ös gólsorozattal végül a hazai együttes húzta be a mérkőzést 25-21-re. A vereség ellenére Máté Fieszter szerint a mutatott játék bizakodásra adhat okot a jövőre nézve. Ez a dunaújvárosi mérkőzés volt az, amikor szakmailag a legtöbbet kaptam vissza a csapattól. Tehát azt, amit elkezdtünk készülni, videózni, kielemezzük, és amit átbeszélünk, ezt most a gyakorlatban most kaptam vissza a legtöbbet. Úgy védekezésben, mint támadásban, ugye visszarendeződésben, tehát mondhatom azt, hogy egyre tudatosabb játékot mutattak a lányok, és ha ezt így folytatjuk, akkor én nagyon bízom benne, hogy végre ez pontban vagy pontokban is meg fog mutatkozni. A pontgyűjtés pedig nehéznek ígérkezik a következő bajnokin, hiszen az Éllovas Ferencvárost fogadja a Kisvárda szombaton. Azt látni kell, hogy a Fradi nagyon jó játékos kerettel rendelkezik, tehát válogatott játékosok sora, a kispadon is válogatott játékosok játszanak. Akkor lehet bármilyen keresni valónk, hogyha sikerül azt a gyors játékot, meg a gyors lerohanásokat, amivel a Fradi él, azokat sikerül megoldani. És támadásban nagyon-nagyon bátor játékra lesz szükségünk, akkor lehet keresni valónk a Fradival szemben. Az elmúlt mérkőzéseken remek teljesítménnyel járult hozzá a csapat játékához a kapuban Triffa Ágnes. Nyilván valahol ez a dolgom, persze nem fog mindig valószínűleg ilyen jól menni a játék, de azért sok helyen megfordultam már, és sok csapatnál hál' Istennek így elég fontos szerepet töltöttem be. Itt is próbálok maximálisan élni ezzel a lehetőséggel, és próbálom a csapatot is tényleg minél előrébb, hát úgymond a én védéseimben minél előrébb támogatni, és valahol ez egy csapatjáték, tehát összedolgozunk, én úgy gondolom most jó, nyilván vannak nagyon sok zicser, de ahhoz a szerencse is, valahol gyorsaság is, meg rutin is kell hozzá. Most tényleg úgy érzem, hogy így teljesen így koncentrációba is, meg testileg is egybe vagyok, meg is szoktam úgymond a közeget, hisz azért csak egy új csapathoz és új közösséghez igazoltam. A Fradi elleni szombati fellépésre garantált a Teltház Kisvárán, egy óra alatt elfogytak a jegyek a mérkőzésre. Utána jövő szerdán ismét hazai pályán játszik Máté Fieszter csapata, a Vác elleni kupa mérkőzésen lépnek pályára.